Üdvözlök mindenkit, ez itt a futballkárcón, és a mai videóban Tops, Ferencváros, hivatalos 2020-21-es gyűjtői kártyás fémdoboz. Nagyon állatul néz ki már a doboz is, jó nagy, és egészen érdekesen van becsomagolva, hiszen itt középen hiányzik a kis fóliából, semmi papír műanyag fóliával van letakarva, de legalább védi a doboz külsejét a karcoktól hátulján látható, hogy ez bizony tényleg Magyarországra egy gyártva, hiszen bele van vésve a dobozba, tulajdonképpen egy alapján gyártva, tehát ezt külföldön nem fogjátok megtalálni, és én is ezért ráugrottam, hiszen ki tudja, hogy meddig lehet ezt kapni, biztos nem ment majd éveken keresztül, azért ez eléggé ritkaság, hogy ilyet kiadnak Magyarországon. Úgyhogy egyértelmű, hogy a TOPS kezébe van a Fradi, a licensz, mert hát volt matricás, ilyen speckó kis gyűjtői ö, verziós poszterre. Illetve most itt van ez a fém doboz, ami egészen elképesztően különleges, mindjárt meg is nézzük. Közben elkezdem kibontani, amíg szövegelek. 5000 forint, így nem olcsó, nem olcsó ebből jó pár csomagkártyát, illetve mást is tudtok venni, de meglátjuk, hogy miért kerül ennyibe. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyissuk is ki. Ú, micsoda nagy lapok! Hát ez nem akkora, mint a sima, kisebb kártyák. Azt a mindenit, és itt a Fradinak a logója minőségre elképesztő pixelességnek még csak a foltját se látni. Annyira jó minőségű lapokról van szó. Jézus és magyarul van rajta. Elképesztő. Tök jó az a kis doboz. Nagyon szépen néz ki igazából. Cserét tárolására, vagy akár a kártyák tárolása is szép keretet adva neki, tök jó lehet. Úgyhogy én vissza is zárom, és ide rakjuk, mert tökéletes helyen van. Ezt pedig bontsuk is ki. Nincs ilyen, hogy 25 doboz kell megvennetek, mire összegyűlik. Ez egy pak, teljes pak így. Tehát nem arról van szó, hogy ezt ki kellene gyűjteni. Úgyhogy nézzük is meg. Ezek elképesztően durvák. Itt a hátulján a vezetőedző, Szerhelyre Brov. Nézzük is meg, itt van mellettem egy ilyen sima hokiskártya. Ez ugye a standard kártya méret, ami a fociskártya is. Ez elképesztő. Mint helyen XX állapok lennének. Nagyon durva. Úgyhogy tök menő. Fordítsuk is vissza, és nézzük meg, hogy miről van szó. Mit kapunk a pénzünkért? Az 5000 forint nem kevés. Elsőnek a Fradi logo. Ezt ide is rakom jó lesz itt. Majd utána egy Robert Mack kártya aláírással, kérem szépen. Szerintem ez rá van nyomtatva egyébként, de mit sem vonul az értékéből, hiszen az összes alá lesz írva. És ahogy döntjük a fénybe, csillog az aláírás is egyébként, egy feketés, szürkés, nagyon szép csatár, Ferencváros, TC, tök jó nincsenek szavak. Nagyon rendben van, és itt pedig a hátulján a leírás. Szlovák válogatott. Jó pár csapatban szerepelt már, és most nálunk van. Itt Magyarországon játszik. Ki se fog férni. Nagyon durva. Uzuni. Milyen érdekes a leírásukon egyébként. Ő is ugye csatár. Hátulján itt is a leírás. Friss igazolás egészen tehetséges. Baturina. Ő mostanában szórja a gólokat. Ügyes srác. 2000-ben született. Még nálam is fiatalabb. de durva. Aztán közben meg én hol nézek így ki? <laughs> jó, ha 15 nek nézek. A Frank Boli. A csere király. Annó csereként beállva ugye jó pár gólt lőtt mind a NBA-ben, mind a bajnokok ligájában. Egyébként bajnokok ligájlicenszet nem tartalmaz ez a sorozat. Az külön, ugye, kártya, BLS kártyák vannak a Fradiról, hiszen ott is OTP Bankligás. Úgyhogy én megint felhozom azt témának, hogy bízok benne, hogy a Topsnál van, mint gyártó, az MB1-es magyar bajnokságnak a licensze. Jó lenne. Iszál már a rövid hajával, hiszen neki volt ilyen egészen különleges haja is. Jaj! Húha, uh, de sokan vagytok. Zubkov. Alexander Zubkov lapja. Majd utána Radman. De király, azért vannak itt kisebb játékosok is, hiszen rengeteg lapról van szó. Szomália, most már középpályásoknál tartunk, és mindenkiről egy rendesen komoly szöveg van összeállítva ahogy látom, úgyhogy videó után én ezt el fogom olvasgatni, mert nagyon érdekes. Lajduni. Hát rárakom, mert annyi van. Tokmák. Majd utána a Vargaroli. Magyarok is vannak azért. Skvárká. Milyen vékony aláírása van neki. Hát ez pedig Sigér Dávid. Hát ez azért nem az a visszafogott kép. Többiekhez képest nézzétek meg. Ja, és ígér, de király. Csonka András. Vécsei Bálint. Ez tök jó nekik is, hogy a kisebbek is, akik még nincsenek, akkora nagy meccs tapasztalta, hogy minden meccsen kezdőbe lennének. Ők is ugyanúgy bekerültek. Botka Endre. A védőknél tartunk. Csontos Dominik. Lovrencsics Gergő. Nagyon szuper. Haratin majd utána egy Dvali, ez pedig Csivics, Frimponk, Heiszter, de jó emlék lesz ez, a BL szereplésről Bogdan Ádám, második számú kapusunk Dibus Dénes az első számú, ki válogatottba is remekel, akkor szerephez jut Kovacs, Blasics, és a végére Szerhely Rebrov, és ugyanúgy ott van neki is az aláírása, mint vezető, edző. Úgyhogy én nagyon vagyok elégedve ezekkel a lapokkal, ennyi lett volna igazából ennek a bemutatója. A végén mutatok jó pár képet nektek róla, elképesztőek ezek a szövegek a hátulján, hogy mennyire részletes, mennyire oda tette magát a TOPS, hogy ezt így kitalálta. És én csak abba bízok, hogy esetleg egy kártyás vagy egy matricás albumba, még lesznek magyar focis termékek. Azért most ugye nagyon sok lehetőségem nincsen, hiszen csak a Ferencváros van, amiről így kártyákat, matricákat készítenek, úgyhogy ezeket tudjuk bontogatni. Én a magyar focit imádom, tudjátok jól, teljesen oda vagyok érte, amint megjelenik esetleg majd valami más is, más témájú magyar cucc, azonnal arra is repülünk rá, teljesen mindegy, hogy az lesz mondjuk egy kispest, vagy egy Fehérvár, tök mindegy, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon oda vagyok. A Fradi meg most a BS szereplése miatt tényleg mindenkinek a szívébe van, még ha nem is sikerült tovább jutni az Európa Ligába, vagy a BL-be. A csoportkör megvolt, jó élmény volt, és van róla egy szép emlékünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, nem tettétek volna még meg, legközelebb pedig megyünk tovább valami még jobb cucca. Sziasztok!